Üdv mindenkinek, sziasztok, Zozek vagyok. Jelenleg nem a kabinból jelentkezem, hanem az autóból. Eljöttünk vásárolni, és bevásárlás közben tervezzük, hogy bemutatjuk nektek az árakat, mi mennyibe kerül itt nálunk, Angliában a Sainsbury-be. Menjünk is be a boltba. Van használtelem gyűjtő a Sainsbury-n belül. Szoktunk néha hozni, hogyha összegyűlt nálunk is egy pár darab. Következő érdekesség, ez az érmegyűjtő. Összegyűlik egy csomó penny, meg apró pénz, akkor ide be lehet szórni. A gép megszámolja, hogy összesen hány penny, és egy olyan értékű kupont fog adni. Sajnos nem tudjuk beváltani a kis apró pénzünket, mert valaki belerakott egy csavart vagy valamit a gépbe, és ezért nem működik. Lehet venni virágokat csokorban, különböző áron, ez például 5 font, van színes virág 6 fontért, illetve a túloldalom vannak cserepes virágok is, kb. 3-5-6 font környékén lehet venni ezeket. Jelenleg a zöldséges részlegen vagyunk. Elég komoly választék van a Sainsbury-be. Mindjárt nézzünk árakat. Elég sűrűn szoktunk venni sárgarépát, fehérrépát és különböző leves zöldségeket. Itt például egy kiló répa 40 penny. A fehér répa 50. Illetve lehet venni kompletten levezzöldséget, az 1 font 10 penny. Sokszor le vannak akciózva a termékek, itt például 1 fontról 65 pennyre van a Kelbimbo leakciózva. Elég komoly választék van szőlőből is, van fekete szőlő, vörös szőlő, sima szőlő, vegyesen is lehet venni, nagyon változó árakon, itt például 1,35 a 300 g, itt például 400 g, ez gondolom minőségibb, le van értékelve 3,25-ről 3-ra, ez a magtalan fekete szőlő pedig 2,10. Barack 95 penny, illetve van 250 ér is, tehát azért meg kell nézni az ember mit vásárol. Következő szekció az a citromok, narancsok, mandarinok, lájmok. A csomagolt citrom 1,50. Darabra, hogyha veszi az ember, akkor 25 penny. Ezt én elmondom. Ez 1 font, de általában semmi ízük nincsen. Nagyon ritka, hogyha van valami íze ezeknek a mandarinoknak vagy narancsoknak. Igen, sajnos ennek a nagy része mint gyorsérlel, tehát ízben messze nincs egy rendestől. Lime is van 1,15-ért.
illetve itt vannak ezek a nagyobb fajta narancsok. Ez 1,75 egy zacskóval. Almából is van elég komoly választék. Különböző áron. 1 font 70 penny, 1 font 75 penny. Ezek ilyen általában 6 darabos csomagban vannak. Különböző minőségű almák, különböző áron. Banánnak kilója 78 penny, viszont tapasztalatunk az, hogy eléggé ízetlen, pláne amelyik ilyen zöld, mint ez. Ha veszünk banánt, akkor mindig az érettebbeket szoktuk kiválasztani, de azok se jók. Itt vannak ilyen gyümölcskülönlegességek, különböző sárgadinnyék, normál dinnyék, ananász, kókuszdió. Na, mennyi a kókuszdió? 1 font 25 penny, egy darab kókuszdió. Ananásznak 1,30 darabja. Ha az ember nem biztos benne, hogy mit vett, vagy mekkora súlya van, itt le lehet mérni. Eljutottunk egy másik szekcióhoz, ami érdekes lehet. Ezek a hagymák. Különböző minőségű és csomagolású hagymák vannak ismét itt is. Van vörös hagyma, lila hagyma. A lila hagyma például 85 penny darabja, vagy pedig ilyen hármat lehet összecsomagolva venni, 1 fontért. Van gyömbér is. Mi általában ezt a nagy zacskósat szoktuk venni. Itt 1 kg, 1,10. Illetve a normál vörös hagymából is 79 penny a darabos, és 1,10 a 3 darabos, vagy pedig lehet venni ilyen nagy csomagot, ami 1 kg, az szintén 1 font 10 penny. Gombát is szoktunk venni elég sokszor. Különböző méretű, fajtájú, típusú gombák vannak csomagolva, különböző áron. Például ilyen kisfejű gomba, az 1,10. Ez a nagyfejűmből csak 4 darab van. Ez például 1,30. Súlyra egyébként kb. Ugyanaz, mert egyik 250 g, a másik pedig 200. Illetve van az olcsó fajta, amikor ilyen vegyes, ez pedig 1,55. És itt is van akciós verzió, hogyha keresünk 94 pennyért. Itt vannak különböző előre csomagolt zöldségek, saláták. Ezeket nem nagyon szoktuk venni, mert nem éri meg. 90 penny, 1 font, 2 font, attól függ az ember, mit szeretne venni. Bere szokott néha ebből a salátából vásárolni. Ez most akciós, 1 font. Hát itt tovább haladva különböző saláták. Új hagyma, ezt szoktunk venni. Egy csomag új hagyma, 49 penny. Következő áldozatunk, úgymond az a krumpli. 1,99 a 2 kilós csomag. Többféle krumpli van, mindenki rá van írva, mire való. Valamelyik krumpli pürének jó, valamelyik sütni, valamelyik általános felhasználású, mi azt szoktuk venni. Az édes burgonya is elég jó áron van, ott van a végét. Jó. Most minden le van akciózva, gondolom. Közel vannak a dátum, a lejárat dátumhoz, és akkor eladják olcsóbban. Itt vannak a nagy kiszerelési krumplik, ezt szoktuk mi venni. Illetve egész pontosan ezt a fajtát. Ez ilyen mindenre való krumpli, burgonya. És itt az édes burgonya, amit mondott, 99 penny, 1 kg. Ismét elérkeztünk egy számunkra fontos állomáshoz, paprika, paradicsom. 50 pennyért lehet venni ezt a paprikát, illetve a 3 darabot lehet venni 2,35-ért. Illetve akciós van most 1 fontért a 4 vagy 5 darabos retek van. 55 pennyért egy csomag, 100 g,
ezt szoktuk venni, ezt szoktam én enni. A szendvics, ez nagyon finom, res, ropogós, nem túl csípős uborka van, 1 font darabja. Illetve a fokhagyma még, ami fontos lehet, darabja 23 penny, vagy nagyobb darabot lehet venni 65 pennyért.